Ma, amikor Wallenberg születésének 100. évfordulóját ünnepeljük, talán furcsa, hogy 1953-ban Rákosiék pert akartak indítani Wallenberg közvetlen munkatársai az embermentésben őt segítők ellen. Ez a konferencia nem csak Wallenbergről, hanem a 20. század szörnyűségeiről szól, mondta bevezetőjében Pálinkás József, az akadémia elnöke. De az embertelenségben is voltak, akik tudták, hogy mit kell tenniük. Wallenberg és segítői is tisztában voltak a kockázattal, de mégis volt bátorságuk cselekedni. Martonyi János külügyminiszter azt mondta, hogy a Shoah az egész európai emberség csődje volt. Talán még mindig kevésbé ismert az, hogy az embermentésben neki segítőknek sem elismerés, hanem újabb üldöztetés lett a sorsuk. Gereben Ágnes magyarázatot adott arra a magabiztosságra, amit Wallenberg moszkvai fogvatartói sem értettek. A hetes cella foglyaként raboskodó svéd ugyanis biztosra vette, hogy a zsidómentés miatt nem esett baja. Nem volt információja arról, hogy a Szovjetunióban az antiszemitizmus már 1939-ben az állami ideológia részévé vált. Wallenberg azonban 1944-ben nem tudhatta, hogy az akkor éppen NKVD-nek nevezett szovjet politikai rendőrség vezetőinek már 1937-ben rendelettel tiltották meg a hatóságok, hogy zsidókat vegyenek fel dolgozni. Szita Szabolcs arról beszélt, hogy Wallenberg meghurcolt magyar segítőtársairól egészen 1947 végétől 1984-ig nem esett szó. Csak a 80-as évek végétől lehetett róluk beszélni. Ezen a fotón olyan menekültek láthatók, akiket a Józsefvárosi pályaudvaron még éppen ők tudták megmenteni, de később erre már nem volt esély. A menekültek többsége gettóba került. 1945. január 7-e után ilyen szovjet motorosok kísérték Wallenberget. Amikor letartóztatták, akkor a különböző szovjet hadbíróságok már megkezdték működésüket a keleti országrészben. Később Wallenberg közvetlen munkatársait is elfogták, akikkel a svéd diplomata letartóztatása előtt együtt vacsorázott. Őket később 1953-ban akarták perbefogni Rákosi utasítására. Kutrusz Katalin, az állambiztonsági iratokat őrző levéltár igazgatója arról beszélt, hogy Wallenbergről csak 1963-ban tudták meg a magyar hatóságok, hogy már nem él. Jellemző volt az akkori állapotokra, hogy az első engedélyezett Wallenberg megemlékezésen 1989-ben az állambiztonsági szervek még megfigyelték a jelenlévőket, és jelentés is készült az eseményről.